Jó, tehát a Bences Pista tanszékünk egyik erőssége, ugye az a generáció, amely modern dolgokat tanult már, és modern dolgokat tanít, nem is akár, ugye a University College Londonban szerezte a mesterfokozatát, a CEU szerezte a PhD fokozatát, ugye remekül tud angolul, a gondolkodása korszerű és dinamikus, amellett egy rendkívül rendes ember, fiatal családapa, Amerikát megjárt, ugye Bloomington Egyetemről jön haza, Fulbright ösztöndíjról, tehát ő az a, nevezzük így, ideál típus egy fiatal tanerőnek, akit itt a diákok is szeretnek, és már rangja is van, nem is akármilyen, szerintem ebben az évben fogja megkapni az egyetemi tanári kinevezését, ami igen nagy dolog, tehát a Pistát szeretjük, értékeljük, és sok sikert kívánunk neki, és erről gratulálunk ehhez a díjhoz. Az idei évben ő nyerte az élelmiszertudományikon az év oktatója díjat. Ezután a hallgatók nevében szeretném megköszönni eddigi munkásságát, és sok sikert kívánnék a továbbiakban. Kedves Edit, mint harmadéves PhD hallgató, nagyon örülök neki, hogy rendkívüli szakmai tudásod és odaadó oktatói tevékenységed miatt neked ítélték ezt a díjat. Kedves tanár úr, szeretnék gratulálni a kinevezéséhez, és úgy gondolom, hogy azzal érdemelte ki, hogy az órái nagyon a hallgatók nyelvén mondta el, érthetően, és nagyon korrekt volt, bármilyen kérdéssel fordultunk önhöz. Szakmailag és oktatói oldalról is nagyon korrekt volt. Köszönjük szépen! Ha megkérdeznék a gazdálkodástudományi karon a hallgatókat, kiváltképpen a gazdasági informatikus hallgatókat, az alapképzés során, a mesterképzésen, a doktori iskolában, illetve az MBA képzés során ki volt az a tanár, aki valóban olyan órákat tartott, olyan képzést tartott, amire szívesen gondolom vissza, akkor ez a név dr. Fejér Péter lenne. Péterről tudni kell, hogy ő tanszékvezető, mesterszakos oktatási dékánhelyettes, az intézményi és országos tudományos diákai konferencián konzulási szerepet vállal, a nemzetközi esettanulmányi versenyek. Ő a főszervező, mind a kanadai, mind a szingapúri versenyen. A versenyszférában igen jelentős konferenciákat hívják meg előadónak, és mind a mellett ő boldog családapa. És ennyi kötelezettség, ennyi teendő ellenére mindig dinamikus, mindig kedves, mindig mosolygos, és szinte bármikor, bármilyen problémával felkereshetjük, ő hallgató, barát attitűddel rendelkezik, és úgy érezzük mi a hallgató, hogy valóban érdekében áll, hogy megoldja azt a problémát, amivel mi eljárunk. És pontosan emiatt úgy gondolom, hogy ez az év oktatója cím jó helyre került. Péter, gratulálok neked, és azután köszönöm a munkádat. Azonban kérni is szeretnék valamit, mégpedig azt, hogy valóban ugyanilyen mentalitással, ugyanilyen szellemiséggel folytatja a munkádat, mert így hallgatóként szívesen ülünk be órákra, és valóban úgy érezzük, hogy megérte, és pontosan emiatt érte meg felvételizni erre az egyetemre. Kiváltképpen erre a kérdésre. Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer. Gyakran hallani ilyen előadásokról, esetleg szemináriumokról, melyek olyan vontatottak, esetleg unalmasak, hogy a diák el is tudna aludni rajta. Tanárnőnek az órái abszolút nem ilyenek, pörgősek, ahogy ő maga is. A lendületét átragasztja ránk, mely inspirációt ad nekünk. És ezért szeretjük az egészet, köszönjük neki. Igazából a történet, amit el szeretnék mesélni, az arról szól, hogy nekem információs erőforrás menedzsment órán volt Móricz Péter tanárul a 3:30-tól szerdán, és én szerdán 8 órától benn voltam, folyamatosan 3:30-ig. Úgyhogy én 3:30-kor már úgy éreztem, hogy hát ebből nem lesz nagy figyelés ezen az órán. Hát kicsit inkább lazulásnak gondoltam, mert az info az amúgy sem volt soha az, ami közel állt a szívemhez. Úgyhogy hát beültem, és 5 perc után azon kaptam magam, hogy figyelek. És ez egyértelműen annak volt betudható, hogy a Móricz Péter tanár úr által tartott gyakorlat annyira gyakorlatias volt, és annyira olyan volt a hangulata, hogy meg a stílusa a tanár úrnak, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy nagyon érdemes figyelni, és nagyon érdekeseket mondott, és tényleg úgy magyarázta el, hogy fölkeltette az érdeklődésemet, és én már ott a legelsőben úgy éreztem, hogy nagyon sokat tanultam, és igazából ez lett a kedvenc tárgyam. Nagyon örülök, hogy idén Zsemberi Leventét választották az év oktatójának. Több előadásán voltam már, és ő az a tanár, aki meg tud tölteni egy C nagy előadót.
Az elméleti tudását a munkavilágában szerzett tapasztalattal tudja gazdagítani, és mindezt át tudja adni a hallgatóknak. A gazdálkodástudományi kar hallgatói mindig is panaszkodtak arra, hogy sokkal gyakorlatilasabb oktatást szeretnének. Ez az, amit ő meg tud adni nekünk, a sok példájával, amit a munkavilágából hoz. Szívből gratulálok! Hogy miért lett Pásti György az év oktatója 2015-ben? A válasz egyszerű. Hallgatótársainkkal bármikor, bármilyen esetben bizalommal fordulhatunk hozzá, akár szakmai, akár személyes kérdésünk, illetve problémákat. Szakmájában kimagasló, nagy tudású oktató. Az előadásait mindig élvezettel hallgattuk, hiszen rengeteget tanulhatunk tőle, mert szakmája iránti szeretete minden egyes szal mögött ott bujkál. Kedves Diószegi tanárnő! Idén is kiosztják az év oktatója címet, és ebben az évben úgy döntöttünk, hogy tanárnő lenne erre a legalkalmasabb, mivel kimagasló munkájában és szaktudásában ezért megérdemelné, hogy idén önt terjesszük fel erre a kitüntető címre. A hallgatókkal rendkívül lojális és rendkívül kedves, megértő és hallgatóbarát minden szempontból. Kutasi tanárul nekünk olyan volt, mintha az osztályfőnökünk lett volna, mert ugye a mesterszak két évében, mind a két évben, minden egyes fél évében tanított nekünk tárgyakat. Ezen kívül, akik ilyen pénzügyi vállalatgazdaságtan érdeklődésűek, azoknak kiváltképp, hogy szakmailag is nagyon előremutató volt az ő tevékenysége, illetve ezen kívül mindig fordulhattunk hozzá, tehát emberségben és humánosságban sem volt nála hiány. Németh András tanár úrral gazdaságpolitika óra keretében találkoztam, és elmondhatom, hogy a negyedik fél évben talán egyik kedvenc tantárgya volt, részben az ő személye miatt. Mindig nagyon élvezetes előadásokat tartott, a kérdésük nagyon készségesen válaszolt, és úgy érzem, hogy át tudta adni ezt a hatalmas tudást, amivel rendelkezik. A népszerűségét meg az is mutatja, hogy minden évben rengeteg diák jelentkezik hozzá TDK-dolgozatot, vagy TDK szakdolgozatot írni. Gratulálok a díjhoz! Kedves tanárok, gratulálunk a díjhoz! Szerintem azért érdemelte meg, mert diákbarát órákat tart, élvezhetőek és szakmailag teljesen felkészültnek tartom tanárulat. Én Király Gáborhoz innováció és társadalom órára jártam. Nagyon tetszettek az órák, mert nagyon érdekes és nagyon aktuális témákat érintettünk. Úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy nem tékaros hallgatók vagyunk, sikerült felkelteni és fenntartani az érdeklődésünket az egész fél év során. Gratulálok a díjhoz! Tisztelt Novákovics Sarolta tanárnő, ezúton szeretnék önnek gratulálni, amiért idén az év oktatója díjban részesülhet. Én személy szerint is rengeteget köszönhetek önnek, hiszen az ön német nyelvóráinak köszönhetően sikerült letennem idén tavasszal egy felsőfokú német szaknyelvi nyelvvizsgát, ami én nem gondolom, hogy működhetett volna anélkül, hogy az ön óráin részt vettem volna. Ezért is nagyon szépen köszönöm önnek a munkáját, nem csak a magam, de a tanulmányi résztvevő hallgatók nevében is. A díjhoz még egyszer őszintén gratulálok. Sáfrányos Attila kollégánk most már évtizedek óta erősíti a Budai Campus műszaki csapatát villanyszerelőként, és nagyon örülök, hogy első között gratulálhatok neki az év dolgozója kitüntetéshez, és látszik, hogy akár az évtizedek dolgozója is lehetne. Személyes élménnyel kezdjem, először én úgy találkoztam Attilával, hogy egy villanyégő kiégése kapcsán sötétbe borult a helység, ahol ölte, és ugye természetesen, amikor kicseréltem, akkor azt gondoltam, hogy helyreáll a béke, nem állt helyre, megnéztem a biztosítékrendszert, úgy láttam, hogy rendben minden, nem lett villany, nem jött vissza, szóltunk Attilának, aki egy hanyag és elegáns mozdulattal visszakapcsolta a biztosítékot. Akkor ugye az ember rájött arra, hogy kell ide a szakértelem, amire ugye Attila emlékeztetni is szokott minket, ugye a régi székely vicc alapján, ugye aminek az a suszpoénja, hogy a medve nem játék, hát az elektromos áram sem az. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy biztos kezekben vagyunk, nem csapott még meg az áram senkit, és reméljük a jövőben sem fog.
És azt kívánom, hogy azt a kifinomult kritikai érzéket, amivel Attilánk rendelkezik, mind a kollégák, mind a vezetés irányában, az még sokáig gyakorolja és sokáig élveztesse itt a környezetet és a kollégákat. Még egyszer szívből gratulálok, jó egészséget és jó munkát kívánok a jövőre nézve. Köszönjük! Kati Rócsak néhány egyszerű mondatot szeretnék mondani, hiszen ő maga sem az a primadonna alkat. Kati a könyvtárban dolgozik, az olvasószolgálati osztályon, a Közraktár utcában. A munkája, a munkaideje jelentős részét a kölcsönzőpultnál tölti, ahol türelmesen, tapintatosan szolgálja ki az sokszor igencsak szeszélyes olvasókat. Két műszakban dolgozik, ami azt jelenti, hogy egy héten sokszor háromszor is, este 8-49 körül indul haza. Szorgalmas, kedves, mosolygós. A szabályokat elfogadja, az új feladatok ellen nem tiltakozik, legyenek azok bármilyen szokatlanok is. Sokszor volt már a könyvtárban filmfelvétel, vagy fotókat készítettek, és azt hiszem nem véletlen, hogy a kamera, vagy a fényképezőgép többnyire Kati arcát találta meg. És nem csak azért, mert fiatal és szőke, hanem mert kedves, mosolygós, és egyáltalán harmóniát tükröz az arca. Amikor felmerült a könyvtárban, hogy különös figyelmet kellene fordítanunk a fogyatékossággal rendelkező hallgatókra, vagy általában a könyvtárhasználókra, akkor ő önként és nagy kedvel vállalkozott erre a külön feladatra, amit azóta is nagyon lelkesen végez. Nem szeretnék többet mondani róla, azt kívánom neki, hogy maradjon olyan, amilyen most, kedves, szerény, mosolygós, nagyszerű ember. Kedves Márti, vagy ahogy a tanszéken hívunk, Márta kedves, hogy úgy említettem, kedvességed, mosolyod, derűs megjelenésed mindig példamutató számunkra. Az iparban eltöltött tapasztalataid, illetve az oktatásban eltöltött közel 20 éves ismereted megjelenik munkádban, a hallgatókkal való bánásmód, igyekezett a szakdolgozatok, diplomunkák témavezetésében, a gyakorlatok lefolytatásában és a közös csapatépítő tréningek keretében mindig is példamutató volt emberséged, hozzáállásod, aktivitásod, illetve az a vidámságod, mosolyod, ami minden reggel vidáman fogad minket, ami miatt érdemes is bejönni ide a tanszékre. Gratulálunk neked, hogy ilyen kitüntetésben részesülsz, és várunk téged minél tovább, minél hosszabb ideig itt a tanszéken. Sok boldogságot kívánunk neked és családodnak az elkövetkezendő hosszú évek során továbbra is. Nehéz Elináról röviden pár szóba beszélni, hiszen rengeteg jó tulajdonsága van. Én harmadik éve dolgozom vele, és el kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen, ha szabad ezt a kifejezést használni, egy ilyen fortunate accident révén került ide, és én nagyon örülök, hogy erre sor kerül. Őt elsősorban a tisztességesen, becsülettel végzett munka jellemzi, ami sok mindent magába foglal, a pontosságot, a megbízhatóságot, a jó értelembe vett lojalitást, úgyhogy ha valaki, ő biztosan megérdemli ezt az elismerést, amit a mai napon megkap az egyetem részéről, és én azt kívánom minden vezető munkatársamnak, hogy soha rosszabb munkatársa ne legyen, mint Vári Erika. Kedves Stefáni, én a Válasz Gazdaságtan Intézet nevében örömmel és szívből gratulálok az év dolgozója kitüntetésedhez. Pedagógus nap alkalmából kapja Irén ezt a kitüntetést, és hát ilyenkor azt gondolom fontos, hogy megemlékezzünk arról, hogy nem csak az oktatói hivatás, hanem nagyon sok olyan kollégánk van az adminisztrátív vonalon is, akik valóban hivatásnak tekintik a munkájukat ilyen Irén, aki 2003 óta dolgozik nálunk, és meghatározó szerepe van abban, hogy az intézetben tapasztalható pörgésben a hallgatók és oktató kollégák is, és minden más további külső, belső partnerünk egy olyan emberrel tud együtt dolgozni, aki higgadt, bölcs, empatikus készséggel rendelkezik,
és mindig kész arra, hogy megoldja a problémákat. Nagy öröm számunkra, hogy a kitüntetés hírével egy időben vettük hírét, hogy megszületett Irén első unokája. Remélem, kedves Irén, odasuttad neki, kitüntették a nagyit. Még egyszer gratulálunk! Varga Erika kolléganőt azért javasoltuk erre a díjra, mert hosszú évek óta oszlopos tagja intézményünknek, a karnak és a dékán hivatalnak is. Az egyik legnagyobb szakunkat, a gazdaságinformatika szakot viszi tanulmányi előadóként. Ennek a szaknak évek óta folyamatosan nő a hallgatói létszáma. A hallgatók érdeklődése is egyre nagyobb a várható további években is. Mindezt Erika a legnagyobb lelkesedéssel, odaadással és segítséggel látja el mind a hallgatók, mind az oktatók felé is. Kicsit viccesen én úgy szoktam fogalmazni, hogy bármilyen probléma, megoldandó feladat adódik, Erika szolgálatba helyezi magát, és a helyzet azonnal megoldásra talál. Szeretnénk őt jutalmazni az eddigi odaadó munkájáért és segítségéért ezzel a díjjal. Reméljük, hogy sok örömet fog telni benne. 2010-ben a kancellária Borjányt terjesztette elő az év dolgozója címre. Anita 2010 óta dolgozik itt, és azóta a Humán Erőforrás Irodán is azóta is nagyon, nagyon jó munkaerőnek tartjuk. A táblázatok és kimutatások nagymestere. Nagyon nagy türelemmel és precizitással végzi a munkáját, a minden nap beérkező újabb és újabb igényeket nagyon jól teljesíti, de munkájáról még jelenlegi főnök asszonya mond majd pár dolgot. Én nagyon köszönöm neki az azóta eltelt időben végzett munkáját, és remélem, hogy sokáig lesz még a kancellária dolgozója. Anita vidám, fiatal személyiség, akinek a munkájára mindig számítani lehet, mindig felelősség teljesen precízen és pontosan dolgozik. Az EGÉ program 2011-es bevezetése óta tulajdonképpen a teljes programot informatikus szinten ismeri. Használatával kapcsolatban bármikor segíthetünk a munkájára, segítségére. A programmal kapcsolatban a számvitel rejtelmeibe is bele kellett mélyednie, ezt is kitűnően vette ezt az akadályt. Köszönjük szépen az eddigi munkáját, és továbbra is számítunk rá, hogy a Humán Erőforrás Iroda dolgozója marad. Kedves Marian, idén rád gondoltunk, hogy az év oktatója díjjal jutalmazzunk téged, aminek az az egész egyszerű magyarázata, hogy ezt az egész Corvinus Egyetemen talán nagyon kevesen tudják, azt tudják, hogy van kísérleti üzemünk, de hogy valójában a kísérleti üzemben milyen munka zajlik, az szélesebb körben talán nem ismert. Itt tudományos munkákat, oktatási feladatokat, és emellett még termeltetést is el kell látni, tehát egy olyan hihetetlenül sokszínű komplex feladat, ami bizony azt gondolom nagyon sokaknak beletörne a bicskája. Én amióta ismerlek téged, tudom, hogy valamennyi feladatot milyen lelkiismeretesen, milyen pontosan végzed el. Ez az a két szó, ami azt gondolom elsőként jut eszembe rólad, a lelkiismeretesség és a pontosság. Ezért nagy szeretettel gratulálok ehhez a díjhoz neked. Kedves Judit, az idei évben az év dolgozója címre téged javasoltunk, hogy miért, azt Feri kollégám elmondja. Kedves Judit, én már 3 éve dolgozol a Kertészet Tudományi Kar dékán hivatalában, a munkának nagyon jól végzett, mind a hallgatók, mind a kollégák megelégedésére, mindenhez nagyon csendes ember vagy, és egy nagyon empatikus ember vagy, ezért javasoltunk téged az idei évben erre a kitüntetésre, és hajrá, Judit! Köszönjük szépen! Szeretettel köszöntök mindenkit! Ildikót azért jelöltük az év dolgozójának, mert nagyon precízen és odaadóan végzi a rendezvényszervezési feladatokat itt a Fővám téren, a főépületbe. Aki már a Közgáz Campuson valaha tartott
és szervezett rendezvényt, az biztosan találkozhatott Ildikó lelkesedésével. Most egyébként pont szabadságát tölti, úgyhogy meg is tudom mutatni, hogy honnan szokta a rendezvényeket szervezni. Kövessenek! Itt vagyunk tehát Ildikó asztalánál, rend van, mint általában mindig. Amikor rendezvényekre szokott rápörögni, akkor itt az irodát egy kicsit szét szokta robbantani, de mindig a rendezvények végén a szokásos rendet hagyja maga után. És mint mondtam, nagyon precízen is odaadóan végzi a munkáját. És szeretném bemutatni az egyik fő hitvallását. Nagyon szépen köszönjük Ildikó a munkádat! Kedves Marinda, sok szeretettel köszöntünk ezen a jeles napon, és szívből gratulálunk az év dolgozója kitüntetésedhez. Szeretném, hogyha tudnád, hogy mi mind nagyon izgulunk, én legalábbis biztos. A dékáni hivatal valamennyi dolgozója nevében szeretnék neked gratulálni, és megköszönni azt a sok-sok áldozatos munkát és sok-sok segítséget, amivel a tanulmányi osztály és a dékáni hivatal zavartalan működéséhez hozzájárulsz nap mint nap, és igyekszem minél inkább könnyebbé tenni a mi kis hallgatóink életét is, úgyhogy a nevükben is köszönetet mondok most neked. Az elismerés persze nem véletlenül a tiéd, hiszen tudod, ennyi ember nem tévedhet. Gratulálunk, Melinda! Sebestyén Imrével 2012 éveleje óta vagyok szoros munkakapcsolatban. Az oktatási rektorhelyettes iroda egyik legfontosabb támasza volt a központi tanulmány és informatikai iroda, amit Imre vezetett. Imrére ebben az időszakban mindig lehetett számítani, megbízható, precíz munkatárs volt. Ha esett, ha fújt, ha nappal volt, ha éjszaka, mindig tudtunk együtt dolgozni szükség szerint. Ez évtől kezdődően a Központi Tanulmányi Igazgatóság megalakulását követően a Neptun csoportot vezeti Imre, de én azt gondolom, hogy ez a szervezeti átalakulás semmiben nem változtatta meg Imre munkabírását, teherbíró képességét, a munkához való hozzáállását. Továbbra is számítunk munkájára, és az eddigi teljesítményét gondoljuk elismerni az év dolgozója címmel, amelyhez gratulálunk. Kedves Imre, a Központi Tanulmányi Igazgatóság oszlopos tagjai itt üldögélnek, és hát felkértük Görbül Mihály kollégát, hogy kicsit járuljon hozzá, hogy az év dolgozója címet miért is érdemeltette ki, úgyhogy megkérem is itt, hogy mondja is el, hogy miért jó az, hogyha Imre ezen igazgatóságnak a nagyon fontos tagja. Imrével mindig is jó volt dolgozni, ő inkább vezető, mint főnök, sosem neki dolgoztunk, inkább vele együtt dolgoztunk. Így a munka is mindig jobb volt, könnyedebb volt. Andrea? Csak egyet tudok érteni abszolút, és köszönjük szépen a nem csak a tavalyit, hanem mióta együtt dolgozunk az összes munkát, segítséget, hiszen tőle tanultunk mindent. Ági? Nagyon szépen köszönjük a megértését és a türelmét, és hogy úgy fogad el minket, ahogy vagyunk, mert nem vagyunk egy egyszerű kis csapat, és nagyon szépen köszönjük az eddigi munkáját, és reméljük, hogy még a továbbiakban is együtt dolgozhatunk el nagyon-nagyon sokáig. Köszönjük szépen, Imre! Kedves Imre, látod, hogy a csapatban van egy kaktojás is, mert hogy ugye nagyon régen megalakítottuk a Neptun frakciót, és én elhívtam egy kedves kollégát, be is mutatnám Ferenc Zoltán, úgyhogy megkérjük az Olyt, hogy esetleg köszöntse Imrét ezen év dolgozója díj alkalmából. Hát Imre, ez a díj legyen érték és mérték számodra, hogy még többet tudjál a csapatért és a csapattal dolgozni. Hát köszönöm én is, és gratulálok. Hát a gratuláció mellett, ugye miután ezen díj átadására egy másik nagyon fontos esemény keretében fog sor kerülni, ami a főzőversenye az egyetemnek, ha jól tudom, akkor ez az első, és hát a Tűz közelben csapatnak te is egy oszlopos tagja vagy.
főző tudásod kicsit felfrissítésére gondoltuk, hogy készülünk pártologgal. Misi egy nagyon okos segítségül hívható Horváth Ilona szakácskönyvet tart a kezébe, ezt szeretnék neked szeretettel átadni. Még ugye Andreával a főző tudományodhoz két fakanállal készültünk, Ágnes pedig azzal, hogy ha esetleg főzni közben... Nehogy megégesse a kezedet. Zoltán, mit láthatod, kaputójásként már arra készül, hogy ő enni fog tudni. És hát nagyon szépen köszönjük és gratulálunk Eme díjhoz. Gratulálunk! Szia! Szia! Az értekezletek lassan vége, már csak egy nyitott kérdés maradt. Az, hogy mit adtak nekünk a rómaiak? Vagy inkább, hogy miért Veszeli Andi legyen az ISK évdolgozója? Ja, hogy az a kérdés, akkor ez egy parafrázis. Geri, elolvad bele magad. Szóval akkor miért Veszeli Andi legyen az évdolgozója? Esetleg meg jól dolgozik? Vagy mert okos és szorgalmas? Persze, jól dolgozik, okos és szorgalmas. Azt nem is lehet elvitatni. Mi van még ezen felül? Kedves? Türelmes? Segíteni akar mindenkinek? A munkája nélkül az egyetem bebukta volna a mobil szolgáltatóváltást. Ez igaz, de még most is folyton őt hívogatják, és ennek ellenére el tudja végezni az összes többi munkáját is. Pedig megszervezte az új ügyfélszolgálatot, hát ha oda szoknak az ügyfelek. Vagy esetleg elolvassák a webet, hogy nem akarnak minden telefonon elintézni. Térjünk vissza az alapkérdéshez. Miért Andi legyen az ISK dolgozója? Tudjuk, hogy jól dolgozik, okos, szorgalmas, kedves, türelmes, segítőkész, kiúszta az egyetemet a pácból. Na de miért ő legyen a kiválasztott? Mert szeretjük. Mert lehet rá számítani? Megbízható és precíz. Szeretjük. Na jó. Szeretjük. De ez demagógia, ne azért legyen az év dolgozója, mert szeretjük. Összefoglalom. Andi azért az év dolgozója, mert jól dolgozik, okos, kedves, szorgalmas, türelmes, segítőkész, és mert szeretjük. Kedves Roland, szívből gratulálok az év dolgozója kitüntetéshez, és egyúttal köszönöm mindazt a munkát, amit végeztél, és melynek eredményeképpen az elmúlt évek során az egyetem több mint 1 milliárd forint összegben jutott olyan EU-s forrásokhoz, amiből meg tudtuk kezdeni a budai területeken, ideértve a Szarvasi Arborétumot és a Soroksári Tangazdaság épületeit is, illetve a pesti területeken az ingatlanok felújítását, energetikai korszerűsítését. Hát aki már foglalkozott pályázatok menedzselésével, az tudja, hogy nagyon nagy öröm megnyerni egy ilyen pályázatot, de az igazi munka az akkor kezdődik, amikor a pályázatot már megnyertük, meg kell valósítani a kivitelezést, a beruházást, a pénzügyi elszámolást le kell bonyolítani, illetve még ott a fenntartási időszak, ami alatt kell hozni azokat a mutatókat, amit ugye vállalt az ember egy ilyen pályázatnál. Roland maximális önállósággal és nagyon jó hatékonysággal eredményesen végezte ezt a feladatot, amit az is bizonyít, ugye, hogy számtalan ellenőrzésen estünk már át, illetve estek át ezek a projektek, és gyakorlatilag hiba nélküli jegyzőkönyvek születtek az ellenőrzés végén. Úgyhogy én a jövőben is sok sikert kívánok a számodra. Szeményi Gábor a Kertészakadtér tervezési tanszék adminisztrátora, titkára, és ebben a minőségében egy egészen új szerepkört vállalt föl. Férfi és sokoldalú ember lévén a tanszéken nem csak az adminisztrációs feladatokat látja el, hanem a számítástechnikai rendszer karbantartását és adott esetben a műszaki feladatok elvégzését is, legyen szó kincsjavításról akár, vagy a lámpa megjavításáról. És mindemellett a 4D tájépítészeti és kertművészeti folyóirat olvasó szerkesztői munkáját és menedzselését is ő végzi nagyon eredményesen. Amikor ő belépett a tanszékre egy jó 10 évvel ezelőtt, pillanatokon belül megváltozott a tanszék légköre,
hiszen ő vele egy valódi ezermester került a tanszékre, az asztalfiókban, akkor már nem kozmetikai szerek voltak, hanem csavarhúzók, kalapácsok, fogók, és hogy ezeket rendszeresen mind a mai napig használja. Messze nem csak a tanszék életét segíti, hanem a kar egészét, és ezért az egész kar őt csak úgy ismeri, mint Szebi, akit mindannyian kedvelünk, és gratulálunk a kitüntetéséhez. Hozzakaszmény Orosz Éva 2009 óta dolgozik a társadalomtudományi karon. Munkáját precizitásra jellemzi, mind a hallgatókkal való viszonyát, mind pedig a dékáni hivatal, valamint az oktatókkal való viszonyát a közvetlenség jellemzi. Nagy szerepet játszik az oktatási dékán helyettese együtt a szabályzatok kidolgozásában. Ő segítette elő a tanulmányi intézésnek a racionalizását is. A kérvénykezelési programot is ő vezette be a karon, és a hallgatókkal való kapcsolata is nagyon pozitívan értékelhető, a hallgatói önkormányzattal is nagyon jó kapcsolatot tart fenn. Ez alapján, a munkája alapján, illetve végez azért társadalmi munkát is, feltétlenül javasolta a dékán úr, hogy ezt az év dolgozója kitüntetést a dékáni hivatalból Orosz Éva kapja meg.